Köszöntök mindenkit itt a Fehérvár Televízióban, ez a Fehérvári Beszélgetések. Megmondom őszintén, a mai napon vendégemmel egy picikét más témáról szerettem volna beszélgetni, de sajnos, hogy látjuk, hogy tapasztaljuk a történéseket, az élet felülírt nagyon-nagyon sok mindent. Tényleg az egész életben, mindenkinek az életében világszerte ezt minden túlzás nélkül lehet mondani. Ezért a mai napon témánk, amiről mindenki beszél, a koronavírus, abból a szempontból, amit látunk, tapasztalunk, és önök is biztos a televízió nézők jól látják, amint járnak, kelnek a városban, amennyit lehet, hiszen tanácsos ilyenkor otthon maradni, mint mondják a szakemberek, és tényleg hallgassunk rájuk, hogy az embereknek a lelki világára az hihetetlen módon rányomja a bélyegét, és hogy mennyire jogos, mennyire nem jogos, mennyire parázzuk túl, mennyire nem parázzuk túl, ezt nyilván majd a jövő el fogja dönteni, de a lényeg az, hogy mindenképpen hallgassunk a szakemberekre, és hallgassuk meg azokat a tanácsokat, és mindenképpen tartsuk be azokat a tanácsokat, amiket ők mondanak, amiket ők javasolnak. Tehát a mai napon inkább ennek a jelenségnek a lelki oldaláról szeretnék beszélgetni, hogy kell ezt átélni tényleg tudatosan, abból a szempontból, hogy megmaradjon azért a pozitivitásunk, és tényleg megmaradjunk abban a normális lelki létben, állapotban, amiben a hétköznapokban, vagy többé-kevésbé megmaradjunk ebben. Vendégem a stúdióban pedig Egei Tíme, a pszichológiai mentor, mediátor. Szia, köszöntelek téged! Szia Zoli, szeretettel üdvözlök mindenkit! Ugye a beköszönésben említettem, hogy próbáltam rávilágítani, amennyire verbálisan rá lehet erre világítani, de mindenki ezt tapasztalja a bőrén, tényleg mi az, amit lehet a városban is tapasztalni. Látjuk a képeket a híradásokban, hogy mi újságban a többi országban, ahol nem voltak azért kellőképpen, mint mondják, elővigyázatosak, hogy tényleg mennyire letargiában vannak az emberek, és mennyire szomorúak. De mondom, hogy elmegyünk boltba, ott is látjuk az embereknek tényleg az aggodalmat az arcukon és az egész kommunikációban. Te mit tapasztalsz egyébként? Te is látod ezt? Szakemberként kérdezlek téged. Én nem feltétlenül letargiát látok, hanem szorongást és pánikot szó szerint egyébként, tehát amit mutat a mellékelt ábra is, hogy az emberek elkezdtek mindenfélét fölhalmozni, őrült módon vásárolnak, mindenki aggódik, terjesztik a valós vagy rémhíreket, de ez egy nagyon felfokozott állapot, és semmilyen szinten nem a valóságot tükrözi nagyon sokszor. Igen, azt tapasztaltam egyébként, hogy vannak olyan emberek, és nyilván tisztelet a kivételnek, akik így szeretnek rettegni, vagy rettegtetik az embereket. Hát nézem a közösségi oldalakat, a közösségi médiát, és szerintem ebből az egyik legfontosabb dolog, hogy nem tudnak szelektálni tudatosan, hogy megosztják a kamu oldalakat, meg ugye megosztják több esetben a valós, mondjuk a kormányzati kommunikáció égisz alatt működő oldalakat. Vagy azon hírportálokat, amik tényleg valós információkat közölnek. Ezzel mondom, nem is lenne probléma, de alapvetően az a baj, hogy rengeteg olyan oldalat osztanak meg, ami és olyan tartalmakat, ami az emberekre még jobban rányomja azt a parát, amit már lehet, hogy nem is kéne, hogy rányomjon. Tehát, hogy egymás rettegtetjük, több esetben én azt látom. Mivel befolyásolhatóak vagyunk mindannyian, és nagyon nehéz ennyi percről percre frissülő híradás közepette kiszűrni azt, hogy ebből az információ dömpingből mi az, ami valós, és mi az, ami nem valós. Mi az, ami valóban csak a pánikkeltésre alkalmas, és mi az, amit az ember komolyan vegyen, és aminek hinni lehet. Ugye esetben nyilván több esetben nehéz különválasztani a magánembert, meg nehéz különválasztani a szakembert. Te hogy éled meg magánemberként, meg szakemberként is ezt a dolgot? Hát igen, választjuk most egy picit külön. Szakemberként nyilván igyekszem nagyon higgadtan segíteni azoknak, akik hozzám fordulnak. Én továbbra is dolgozom, minden elővigyázatosságot, meg minden előírást betartva. Továbbra is dolgozom és segítek. Fölajánlottam, mindenkinek lehetősége van online hozzám fordulni, hogyha úgy gondolják, hogy nem vállalják azt, és egyébként teljesen jogos az, hogy inkább maradjanak otthon. Magánemberként természetesen rám is hatással van ez az egész. Én is aggódom a szüleim egészségéért, aggódom a családunkért, de próbálom ezt egy normális mederben tartani. Egyébként rengeteget gondolkodtam én is beszélgetés előtt, hogy nyilván furcsa ilyet mondani, egyetlen egy, és mondom nagyon idézőjelben mondva, hogy haszna van, hogy teljesen más lesz az embereknek most már innentől a prioritás. Tehát sokkal jobban megbecsüljük a társas kapcsolatokat, a barátokat, a családtagokat, a munkánkat, azokat a javakat, amik vannak. Megbecsüljük azt, hogyha bemegyünk ezután a boltba, hogy lesz hús, lesz WC-papír, ugye a kettő nagy slágert említs, amiről beszéltünk adáson kívül. Tehát így átalakul az értékrendünk. Ez valóban így lesz szerinted?
Elkövetkezik az a pillanat, amikor igen, most még azt látom, hogy két véglet között vergődnek az emberek. Tehát, hogy van az a véglet, aki igen, mindent elhisz, és bespájzol, és pánikol, és retteg, szó szerint retteg, és bekerül egy nagyon-nagyon beszűkült negatív tudatállapotba, és állandóan fél, hogy úristen, mi fog történni, ez a mind meghalunk érzés. A másik véglet az pedig, aki azok az emberek, akik egyáltalán nem hajlandók erről tudomást venni. Ma, mikor mentem dolgozni, nekem volt is egy ilyen érzésem. Egyrészt nyilván kihaltabb volt a város, mint szokott, de idefele jövet már azt tapasztaltam, hogy mentek be az emberek a plázába, vásárolgattak, ide mentek, oda mentek. Mondjuk nem tudom, hogy plázán belül pont mit csináltak, mert én ezt elkerülöm most már, tudatosan igyekszem odafigyelni én is ezekre a kérésekre, hogy ilyen helyekre ne menjek. De hogy azt látom, hogy vannak emberek, akik lehet, hogy csak az én védőmechanizmusaik hatására egyáltalán nem akarnak erről tudomást venni, hogy igen, ez egy probléma, ami most van, amivel szembe kell nézni. Úgyhogy valahol a két véglet között vergődünk folyamatosan mi emberek. Nem tudom, hogy más országokban hogy van ez, így a magyarokon azt látom. Azt gondolom, egyébként sokszor beszéltem én erről a témáról, meg veled is még a rádióban rengetegszer beszéltünk erről, hogy az emberek azt gondolják, hogy velem nem történhet ez, meg csak más emberrel történhet meg. Viszont azt szoktam erre mondani, hogy más ember szemében meg te vagy én, illetve mi vagyunk a más emberek. Tehát ezt nagyon sokan nem tartják szem előtt. Velük is ugyanúgy megtörténhet, hogy annyi emberrel megtörtént ez a dolog. Mint ahogy azt sem tartják szem előtt, hogyha bemennek a boltba, esetleg másoknak is hagyjanak bizonyos élelmiszereket, nem véletlen az, hogy elkezdték beszabályozni. Velem egyrészt nem történhet meg, másrészt pedig mindenki egy kicsit úgy érzi saját magával kapcsolatban, hogy én élvezek prioritást, belőlem csak egy van, mások többen vannak, ami egy hibás gondolkodás, mert azt gondolom, hogy pszichológusként vagy segítő szakemberként ebben a helyzetben pont, hogy azt kéne erősíteni az emberekben, hogy együtt könnyebb, és nem csak otthon családi összefogással, hanem úgy összességében, mondjuk azt, hogy nemzeti összefogással, de ha nem is használunk ilyen nagy szavakat, akkor egy kicsit odafigyeléssel, legyünk tekintettel másokra, és ne csak magunkat helyezzük előtérbe, ugyanakkor tényleg meg fognak változni, és már változnak a prioritások. Azt gondolom, hogy ezt az ember csak akkor tudja igazándiból, mert nyilván mi is olvassuk, folyamatosan követjük az oldalakat, a híradásokat, hogy más országban mi történik, Olaszországban mennyire súlyos a helyzet. Amíg az emberek ezt nem tapasztalják meg saját maguk, addig olyan, mint egy katasztrófa film. Tehát, hogy jajongunk rajta, meg szörnyülkodunk rajta, de milyen jó, hogy nem velünk történik. És hogy itt egy kicsit több egyéni felelősséget kéne ebbe az egész helyzetbe szerintem beletenni. Tehát vegyük komolyan. Nem kell túltolni, nem kell dramatizálni, nem kell katasztrofizálni, hiszen amikor arról beszélünk, hogy mit tudunk tenni, hogy az épp józan eszünket megtartva kezeljük ezt a helyzetet, ez pont az egyik, hogy ne katasztrofizáljunk. Picit keretezzük át a hozzáállásunkat és a gondolatainkat, maradjunk meg a realitás talaján, tehát ne bagatellizáljuk el a problémát, de ne is menjünk át sírva, jajongva, amint meghalunk állapotba, mert az nem segít senkinek. Igen, de hogy mondtad az elején is a beszélgetésen, hogy az emberekben van egyfajta tényleg bizonytalanság, nyilván az, hogy mi lesz kapcsolatokkal, mi lesz a munkámmal, mi lesz a financiális dolgokkal. Ugye most nagyon sok minden változóban, nagyon sok minden alakulóban van. Azt mondják, jelenleg, amikor most ezt a beszélgetést mi rögzítjük, illetve beszélgetés, amikor folyamatban tényleg nagyon az elején vagyunk, viszont hogy ne csak negatívat mondjak, hanem pozitívat is, hogy látom már tényleg, hogy alakultak segítő csoportok, pedig Fehérváron is, maradjunk Fehérváron, hogy nagyon sok olyat látok, hogy fiatalok felajánlják azt, hogy elmegyünk időseknek bevásárolni, mi állunk sorba a gyógyszertárba. Pont ma láttam, hogy egy fehérvári étterem felajánlotta, hogy a kórház sürgősségi osztályának, a dolgozóinak ők visznek például ebédet. Szóval jó ezeket látni tényleg, hogy az emberek azért tudnak pozitívak lenni, és meg is tudnak nyílni tényleg ebbe az irányba, amikor látják, hogy baj van, és hogy segíteni kell. Ez a fajta összefogás példaértékű, és valóban több ilyen kellene, hogy napvilágot lásson azért, hogy a többiekre is inspiráló lakhasson. Láttam én is informatikusokat, akik felajánlották a segítségüket ebben a digitális távoktatásban, pszichológusokat, akik online tanácsadásban segítenek. Egyébként hozzám is lehet fordulni, én is nagyon szívesen segítek. Éttermekben, idős embereknek, stb. Stb. Tehát nyilván ezek olyan kezdeményezések, amelyek
nagyon-nagyon jól jönnek ezekben a nehéz időkben, és a bizonytalanság, amiről az elején beszéltél, ez a kontrollvesztett érzés, ez egy nagyon-nagyon erős szorongást kelt az emberekben, hiszen, ha belegondolsz, mostanáig minden motivációs guru, meg minden önsegítő könyv azt mondta, azt mutatta és tolta, hogy vedd kezedbe az életed. Hogy rajtad van, rajtad áll, rajtad múlik, a kezedben a siker kulcsa, és akkor történik egyszer csak egy ilyen dolog, amit nem tudunk befolyásolni. Abszolút nem rajtunk múlik. De itt is, ebben is meg kell tartani azt az egészséges középutat, hogy ami rajtam múlik, azt megteszem, és megteszem magamért is, meg a közösségért is. Igen, amit mondta, ezek a nagy-nagy guruk, illetve tényleg nézzük a világcégeket, amiket mondjuk eddig sugaltak reklámüzeneteket, inspirációs gondolatokat, ezek most azon nagy mértékben ebben a helyzetben is átalakulnak, meg jövőben is az emberek szerintem teljesen máshogy fogják gondolni, tehát nekik is ezeket újra kell húzalozni, újra kell gondolni ezeket. Már nevezzük így nyilván nagy szavakkal kicsit, majd az új világban, ami ezután jön, amikor az emberek, és biztos lesz olyan az elején, persze most örülünk mindennek, de utána is vissza fogunk térni, hogy a történelem kereke mutatja abba a világba, ami ugye eddig volt, vagy éppen a koronavírus előtt volt. Biztos, hogy vissza fogunk térni, hiszen az ember ezeket a dolgokat könnyen elfelejti. Úgyhogy valamilyen szinten, persze már lehet ezt is olvasni, meg mondják is, hogy itt a lehetőség az úgynevezett újrakezdésre, meg másképp viselkedni. Jó lenne, ha így történne, de én egy kicsit szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban, mert mindenki nyilván a saját jólétét tartja valamilyen szinten szem előtt, és pontosan ezért, amíg nincs meg ez a fajta közös szemléletmód, hogy hogyan tudnánk együtt valami mást teremteni, addig ez nagyon nehezen fog megvalósulni. Jó lenne, ha így lenne, és úgy legyen. Kívánom, hogy úgy legyen egyébként. Igen. A másik, amit gondolkodtam még, ugye most tegyük fel, mindenki jó fiú, meg jó lány lesz, otthon marad. Éli az életét addig, ameddig mondják a szakemberek. Ugye ez mondanak, most nem akarok időpontokat mondani, mondanak tólik hallani, mindent hallani, olyat, ami bevállalható, hallani olyat, ami így a szörnyű felfoghatatlan kategóriában, hogy meddig kéne otthon maradni, különböző, egyelőre még meg nem erősített információkat. Nyilván ugye az embereknek, és én is ebbe a kategóriába tartozom, egy bizonyos része nem tud elülni a fenekén. Tehát nekem, amikor, hogyha beteg is vagyok, egy-két napot otthon kell lenni, én már tényleg minden bajom van, idegesítem a családomat, hozzátartozóimat, én nem tudok elülni a fenekem. Mert nyilván ezeknek az embereknek ez egy nagyon nagy büntetés. Azon gondolkodtam, beszéljünk arról, hogyha esetlegesen ez bekövetkezik, illetve már van is, hiszen az ajánlások ugye erre felé mutatnak, akkor, hogyha otthon vagyunk, nyilván egy-két napig eltévézünk, eljátszunk, sunshine, happiness van, hogy szoktuk mondani, de utána jön az, hogy egymás agyára megyünk, unatkozom, jönnek a különböző kontraproduktív dolgok, akár a családi kapcsolatokban, akár a mi életünkben, a leépülésünkben, most nyilván a szó nem szószoros értelmében értendő, hogy mi az, amit fontosnak tartasz, hogyha tényleg otthon vagyunk, sokat otthon maradunk, hogy mi az, amit tegyünk, mi az, amit csináljunk. Itt gondolok arra, hogy kell egy szigorú napirend, azért az legyen mindenképpen. Hát ha nem is feltétlenül szigorú, de egy napi rend célszerű. Nagyon fontos az, hogy akkor ne köntösben, pizsamában töltsük el a napokat, hanem öltözzünk fel. Tehát mintha elmennénk otthonról, de nyilván aki home office-ban dolgozik, ahogy most már divatosan mondják, tehát aki otthonról dolgozik, igenis tegye meg azokat a lépéseket, dolgokat, amiket megtenne mielőtt egyébként is elmegy otthonról. Ezt próbáljuk mi is a gyerekünknek sugalmazni, meg errefele terelgetjük, hogy nem pizsamába ülünk le a digitális oktatásra, mert kezdődik 7:45-kor az óra online, hanem akkor rendesen megfésülködünk, fölöltözünk, lesz hosszabb szünet, 10 órai, tehát legyen benne egy rendszer. Ebben az összezártságban fokozottan szükség van arra, hogy toleránsak legyünk, hogy türelmesek legyünk. Lesznek olyan kapcsolatok, amelyeket ez a helyzet megerősít, és lesznek olyan kapcsolatok, amelyeket tovább ront. Tehát ez a fajta kényszerű összezártság, azért ez nem olyan, mint egy nyaralás, amikor egy bungalóban 2 hetet eltörtünk egy fehér homokos tengerparton, és a bungalóban kicsi a hely. Ezért ez nem egy ilyen sunshine happy, ahogy fogalmaztál, hanem ez egy nagyon is kényszerű és megterhelő dolog esetenként, és borzasztó nagy szükség van arra, hogy toleránsak legyünk, hogy türelmesek legyünk, türelemre intsük a családtagjainkat is. Ettől függetlenül a napirend mellett meg kell találni az otthoni örömforrásokat is, mert nem hiszem el, hogy egy családon belül 3-4-en összezárva nem tudunk olyan dolgokat tenni, csinálni, amik ne okoznának örömet. Tehát, hogy ezeket meg kell találni,
itt az idő bepótolni az elmaradt beszélgetéseket, az elmaradt ebédeket, reggeliket. Nagyon sok mindent ki lehet hozni belőle, de tény, hogy megterhelő, és megterhelő lesz, ha sokáig fog tartani. Igen, mert én is pont ezt mondtam otthon, hogy egy napi rendet mindenképpen. Azért is kérdeztem meg, hogy mennyire jó az a fajta elgondolás, hogy felkelte tényleg a gyerekeknek. Nyilván nem olyan, mint a iskolában lennének. Az ugye a szülőknek ez egy nagyon nagy feladat, ahol van egy gyerek vagy több gyerek, ez egy borzasztó nagy feladat, hogy átadni a tananyagot. Hogy tényleg, hogy a gyerek azért haladjon, hogy a gyerek leüljön, hogy a gyerek némileg komolyan vegye. Ez a szülőtől ugye az otthoni dolgokat ellátni, kontrollálni a dolgokat. Tehát munka, meg még pluszba az iskolai terheket, és ugye most a szülőnek jelen esetben, akinek gyereke van, át kell vállalni azért keményen mindenfajta nyugdíjével együtt. És ez azért nehéz, mert nem véletlenül vannak pedagógusok, meg nem véletlenül vannak a szülők. A szülő nem pedagógus. Tehát, hogy igen, rengeteg olyan dolgot, meg olyan surlódást fel fog vetni ez a helyzet, amire most még nem is gondolunk, de 2-3 hét bezártság és összezártság után azért ez így meg fognak növekedni ezek a surlódások, biztos vagyok benne. És majd akkor kell az, hogy az ember egy kicsit türelemre intse magát, és megpróbálja valóban, ahogy szoktuk mi mondani, átkeretezni a dolgokhoz való hozzáállást. Tehát, hogy mindenképpen, én tudom, hogy nem lehet ebben a helyzetben, ebből a negatív örvényből, amiben most egyébként vagyunk, meg amibe kerültünk, pontosan így a katasztrofizálás miatt, nem tudunk egyből nagyon boldogok és nagyon pozitívak lenni. Viszont a kettő között azért van egy ugródeszka, amit realitásnak nevezünk, és próbáljunk meg megmaradni a realitás talaján, és a józan eszünket megőrizni. Egy másik dolog, ami nagyon sokat segíthet abban, hogy értelmesen kezeljük a kialakult helyzetet, az pont a remény. Ami nagyon furán hangzik, de mert hogy tudom, a görög mitológiában is azt mondták, hogy Pandóra szelencéjében már csak a törött szárnyú madár maradt, akit úgy hívnak, hogy remény. Nem annyira törött szárnyú az a madár. Nagyon sok helyzetben és nagyon sok embert már átsegített a remény gondolata és tudata. Az, hogy van egy jövőkép, hogy reménykedünk, hogy jobb lesz, hogy ezzel tudjuk motiválni önmagunkat és a környezetünket is, cselekvési terveket tudunk, akcióterveket tudunk kidolgozni, és ez mind-mind a remény pszichológiáját. Külön utána olvastam, mielőtt jöttem volna, és tényleg megerősítettek ebben az elgondolásomban azok, akik ezt az elméletet írták, kitalálták, és terjesztik, és okosakat mondanak róla, hogy ez elengedhetetlen az ember életében, és ebben a helyzetben, amiben most vagyunk, tényleg nagyon fontos, hogy az éhezők viadalából idézzek, sose hagyjon el benneteket a remény. Bár az egy más történet volt, de azt gondolom, hogy ez egy jó mondás erre a helyzetre vonatkoztatva. Azért is nehéz ez szerintem minden korosztálynak, mert olyan pörgős világban én megszoktam, hogy mindig pörgünk, jövünk, megyünk, és most ugye ennek egyik legfontosabb oszlopát azért bekeretezték, illetve rátették a tutólakat, ahogy szoktuk mondani, és ugye ez most teljes mértékben megszűnt. A másik, ami eszembe jutott, hogy beszéltünk a felnőttekről, de a gyerekeknek ezt hogy magyarázzuk, hogy mondjuk el, hogy kommunikáljuk. Az én gyerekeim ugye még egyelőre megértik, de ugye mi nem nagyon engedjük már őket a játszótérre, hogy javasolták, hogy itt a városban is jelenleg. Nagyon nehéz ez nekik tálalni, előadni, hogy hát figyelj, kislányok, nekem kettő kislányom van, hogy azért van, meg ezért van, nyilván ők azért megértik, vagy egyelőre megértik, de hogy tálaljuk ezt tudatosan a gyerekeknek? Mennyit mondjuk el a gyerekeknek ebből? Hát azt gondolom, hogy hazudni nem érdemes, de minden gyereknek a saját szintjén meg kell találni, pontosan ugyanúgy, ahogy a felvilágosító beszélgetésekben, minden korosztálynak a maga szintjén kell elmondani, hogy megértse. Itt is a gyerekeknek a maguk szintjén kell elmondani, hogy megértsék, hogy mi történik. Tehát, és érdemes sokat beszélgetni velük erről, hiszen ők hajlamosabbak még jobban szorongani, mert nem értik. És nagyon sok kisgyerekben még nem is alakult ki az a kognitív képesség, hogy egy problémát több szemszögből lássanak, körüljárják, és levonjanak bizonyos konzekvenciát. Ez egy adott korban következik be, 9-10 éves kor körül a gyerekeknél ez a fajta kognitív fejlettség. Tehát, hogy nagyon sok gyerek ezt nem érti. Amit én láttam, és nagyon jó ötletnek tartottam, vannak a közösségi oldalakon különböző csoportok. Van például ilyen, hogy filmajánló. És ott most nagyon sokan kérdezték az utóbbi pár napban, hogy ki milyen filmet javasolna kisebb gyerekekkel megnézetni együtt a szülőkkel, hogy hát ha a film jobban feldolgozza ezt a témát, hát ha jobban tudja tálalni ezt az egészet, és azáltal ugye elindul nem csak egy beszélgetés, egy kommunikáció,
hanem a gyerek saját maga is le tud vonni valamiféle következtetést. Úgyhogy az a digitális világ, amit egyébként nagyon sokan köpködtek és fújoltak, igen, mielőtt ez bekövetkezett volna, kiderült, hogy most nagyon nagy hasznunkra van. Igen. Tehát, hogy hiszen, hogyha nem tudunk találkozni a barátokkal, azért fel tudjuk őket hívni, tudunk videócsetelni, tudunk skype-olni, és hogy minden nap kapcsolatban tudunk lenni, akár írásban a szeretteinkkel. Hatalmas fegyvertény, azt gondolom. Az én lányom is külföldön ragadt, nem tud pillanatnyilag hazajönni, és... És nem tudjuk, hogy mikor én haza ülök közelebb, ugye? Nem tudjuk, hogy mikor fog hazajönni. Ez egy nagyon nehéz dolog, mert én is hasonló helyzetben vagyok azért, és nagyon nehéz dolog ugye ezt is megélni egy embernek, hogy egy hozzátartozója, ugye? A gyereke, bárki más ott van külföldön, és ugye nem tud, lehet, hogy egy-két hónap múlva fogod látni. De milyen sokat számít az, hogy akár videót csetelni tudunk, tehát látom a környezetet is, hogy ő hol van, látom, hogy mit csinál, minden nap, minden percben akár írni tudok neki. Nyilván nem kell átesni ebben sem a ló másik oldalára, tehát itt nem a kontrollom van a hangsúly, hanem a kommunikáció, meg hogy mégiscsak van egy kommunikációs csatorna. És ez most a kamaszoknak, meg a gyerekeknek, akik egyébként bandáznának, de be vannak otthon zárva. Nagyon sokat segít, hogy vannak ilyen kis csoportjaik, ahol meg tudják osztani nem csak az iskolai dolgokat, hanem tényleg tudnak közösen akár filmet nézni. Nagyon jónak tartom ezeket a kezdeményezéseket, hogy online követhető színházi előadások, igen, ilyenek, igen, vannak. Tehát le a kalappal, aki ezt kitalálta. Én azt gondolom, hogy minden ilyesmit most, amit ez a digitális, fejlett digitális világ adhat, ezt most ki fogjuk tudni használni. Így van, ez nagyon-nagyon fontos dolog, meg hogy tényleg beszéltük a felvétel, illetve a beszélgetés elején, tényleg, hogy a prioritások most akcentem a gyerekeknek is egyébként, hogy megbecsülik a barátokat, vagy az, hogy nem veszekszem azzal az osztálytársammal, akivel mondjuk veszekedtem, mert mondjuk nem látom bizonyos ideig. Bennük is ez, azt gondolom, hogy nagyon nagy nyomot, illetve mély nyomot fog hagyni, és hihetetlen módon átalakítja majd az értékét, ítéletüket, abban biztos vagyok. Én is biztos vagyok benne, hogy a gyerekekből ez nem teljesen nyom nélkül fog elmúlni, és hogyha olyan környezetben nő föl egy gyerek, ahol azt a mintát fogja kapni, hogy igenis ki lehet hozni a lehető legrosszabb helyzetből is a lehető legjobbat, és hogy meg kell változzanak valóban a prioritások, akkor ez neki lehet, hogy már egy közhely, de életre szóló lecke lesz. Lehet, hogy ő már a következő évtizedben a dolgait úgy fogja rendezni, meg úgy fogja élni az életét, hogy fú, ez egyszer már megtörtént. Tehát, hogy ennek van valós alapja, ez nem azt jelenti, hogy rettegnem kell minden nap, vagy a gyereknek rettegnie kell minden nap, hogy ez még egyszer bekövetkezik, de azt is fogja látni, hogy túlélhető, megoldható, és hogy van rá, van lehetőség arra, hogy a lehető legjobban éljük meg a helyzetet. A végén még kérném egy dologban a segítséget. Elmondhatom kulisszatitokként a nézőknek, hogy minden műsorvezetőnek, vagy a műsorvezetők nagy részének az egyik legnehezebb feladat egy beszélgetésben, hogy köszön be, meg hogy köszön el. Nyilván kell egy jó beköszönés, kell egy jó elköszönés. Ezt most rád bíznám abban a dologban, abban a tekintetben, hogy mondjál valami pozitívat akkor így összefoglalóként nekünk, hogy mi az, amit tegyünk, mi az, amit csináljuk pár mondatban. Figyeljünk oda egymásra, legyünk türelmesek, és szeressük egymást. Nagyon szép végszó volt. Timi, köszönöm szépen neked, és önöknek is köszönöm, hogy itt voltak velünk.